Köszöntöm a Terézvárosi Magazin nézőit. Önök a Budapesti Rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányság tájékoztatóját, a Terézvárosi Kék Híreket látják. Farkas Piroska rendőrszázados vagyok. A rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen elkövetők 2019. június 30-án 9 óra 30 perc körül az egyik 6. kerületi kávézóban a leghátsó asztalnál a sarokban a sértett által az asztalra helyezett Samsung S6 típusú telefonját eltulajdonították. A sértett figyelmét az egyik férfi elkövető valamilyen lappal a kezében elvonta, mialatt a másik elkövető a helyzetet kihasználva a telefont az asztalról elvette. A bűncselekménnyel okozott kár 260 ezer forint. Továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján ugyanezen a napon 13 óra körül a két elkövető ugyanezt a trükköt megpróbálta ismét megismételni egy KFT irodájában, ahol turistaként mutogatva és a hotelt keresve próbálták elterelni az ott dolgozók figyelmét és a fent említett papírlappal az egyik asztalon lévő 8500 forint készpénzt próbálták eltulajdonítani. A sértetnek feltűnt, hogy a személyek próbálják a figyelmüket elterelni, mert mutogattak az épületben minden irányba, hogy az ott dolgozók arra figyeljenek, és látta, ahogy az egyik elkövető a papírlappal együtt elvette a készpénzt az asztalról, majd elhagyta az épületet. A sértett utána ment, majd visszakísérte az irodába, ahol az ismeretlen férfi visszaadta a 8500 forint készpénzt. Ezt követően távoztak az irodából. A bűncselekmény során kár nem keletkezett. Kérjük, hogy aki a képen szereplő személyeket felismeri, személyazonosságukkal, felelhetőségi helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. A rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen elkövető 2019. június 28-án hajnali 3 óra 40 perc és 4 óra 27 perc között a Budapest 6. kerület nyugati aluljáróban található Girosz büfénél a sértett pultra letett OnePlus 6T típusú mobiltelefonját elvette, azzal videófelvételeket készített, majd amikor a sértett nem figyelt, a telefonnal szó nélkül távozott. Az elkövetőről a térfigyelő kamera felvételt készített. Az elkövető egy alacsony, 20 év körüli rövid barnahajú férfi, aki az elkövetéskor sötét Nike márkájú sportcipőt, fekete testhez álló nadrágot, fehér feliratos pólót és felette egy fekete-fehér kockás kapucnis felsőt viselt fekete kapucnival. A Budapesti Rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen szereplő személyt felismeri, személyazonosságával, felelhetőségi helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. Végezetül pedig egy örömhír. A rendelkezésre álló adatok alapján 2019. június 6-án este 9:30 körül K. István a Budapest 6. kerület Oktogon tér 4-6-os megállóban felfigyelt az éppen ott fekvő, alvó sértett lábánál elhelyezett kék-fekete színű Nike hátizsákra, melyet azzal a szándékkal, hogy azt eltulajdonítsa, magához vett, majd a 4-6-os villamos megállóban a szomszédos padra leülve átvizsgált. Miután annak tartalmát megtekintette, a hátizsákkal és a benne lévő lila fogkefével, fehér-fekete pólóval, fekete nadrággal, bordó alsó nadrággal, illetve fehér MacBook Air töltővel, szürke színű fehér Apple emblémájú MacBook Air laptoppal, Törlei Fortuna üveges pezsgővel és egy kenyai útlevéllel elindult az Oktogon tér irányába, azonban a cselekményét az arra járó rendőrjáról észlelte és intézkedés alá vonta K. Istvánt. Mivel a táskával elszámolni nem tudott, így járőrök előállították a 6. kerületi rendőrkapitányságra. A táska és vele a 439.900 forint értékű MacBook Air visszakerült jogos tulajdonosához. A gyanúsított kihallgatását követően bíróság elé állítás indítványával megküldte hatóságunk az ügyet a Budapest 6.-7. kerületi ügyészség részére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk, viszontlátásra!